A vízvilágnapja. Milliárdos fejlesztésekkel védik a megyét az árvízi veszélytől. Felemás év. Mennyiségben csökkent, értékben nőtt a mezőgazdaság eredménye a megyében. Fejlesztések Nyíregyházán. Utat építenek, parkosítanak és közművesítenek a kertvárosban. Újabb két vakcina, a Covishield és a CanSino behozatalát engedélyezték a magyar hatóságok, így hétre bővülhet a hazánkban használt védőoltások köre. Ez a Kölcsei Televízió híradója, üdvözlöm Önöket! Egyre többen regisztrálnak a védőoltásra, számuk már eléri a 3,3 milliót. Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter bejelentette, újabb 250 ezer orosz Sputnik vakcina érkezett vasárnap este Magyarországra. A gépünk a hazatérés után jövő hét elején újra szolgálatban lesz, hiszen 180 ezer immár második adag oltást fog magával hozni Moszkvából, és a jövő hét elején egy újabb 250 ezres szállítmánya lesz, tehát összesen 680 ezer orosz oltóanyagot fogunk hozni a következő kevesebb mint két hétben Magyarországra, annak érdekében, hogy a 2,5 milliós átoltottságot minél előbb el tudjuk érni, és az országot újra tudjuk indítani. Ma van a vízvilágnapja. 1993 óta minden évben március 22-én hívják fel a figyelmet a víz fontosságára. Megyénk életében is meghatározó a víz, főként a Tisza. 20 évvel ezelőtt, 2001-ben törte át a gátat a Beregi térségben a folyó. Az elmúlt két évtizedben olyan vízügyi fejlesztéseket hajtottak végre, amelyek jelentősen lecsökkentették az árvíz esélyét a megyében. Bodnár Gáspár, a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság vezetője azt mondta, speciális előrejelző rendszert is kiépítettek, hogy időben tudjanak reagálni a megnövekedett vízhozamra. 2001. márciusában törte át a gátat a Tisza a Beregben. Három nap alatt jelentős mennyiségű eső esett. A bajt tetézte, hogy a Kárpátokban elolvadt hó is megnövelte a vízszintet, amely meghaladta a 10 métert. Az árvíz idején homokzsákokkal próbálták megerősíteni a töltéseket, majd az árvíz levonulta után tervszerű korszerűsítés indult. Emellett három helyszínen épült árvízi tározó. Az egyik a Cigándi tározó, ez a Bodrog közben van, a másik a Szamos árvizeit képes kezelni, a Szamos-Haszna közi árvízi tározó, és a Beregi területeken, közel ahhoz a helyhez, ahol a gátszakadás volt, ott van beépítve a kivezető műtrágy, tehát három létező tározónk van, és épül a Tisza-Turkközi árvízi tározó, jó ütemben, jelen pillanatban is folyik az építkezés, és 2022-ben reményeink szerint működésbe tud majd lépni. És hát a töltésfejlesztések is folynak, hiszen nem csak a Beregi oldalon, hanem a Tisza balpartján is komoly munkálatok zajlottak. 2019 évvégére fejeződött be a Turtorkolattól az ország határig, Tiszabecsig, a Tisza töltésének a erősítése, illetve a Batár töltésének a fejlesztése is megtörtént, és nagyon komoly munkálatok zajlottak a Tivadari híd térségében, mindkét oldalon, a jobb és a bal parton egyaránt. A Fetivizék munkatársai egy helyről tudják ellenőrizni a teljes folyószakaszokat. Itt például az látszik, hogy Vásárosnaminnál 279 és 284 cm a vízállás, a hőmérséklet 10,4 Celsius fok, és csapadék nem esik. Ezt a központi adatbázist egészíti ki az a korszerű előrejelző rendszer, amely nem csak a felsőbb folyószakaszok vízhozamából tudja előrejelezni az árvíz lehetőségét. Mi 2001-ben mindössze két ilyen berendezés működött Kárpátalján. Ma már elmondhatjuk, hogy 50 távjelző állomás szolgáltat 5 percenként adatokat a hegyvidéki vízgyűjtőről, a vízállások változásáról, a csapadék tevékenységről, a léghőmérséklet változásáról, hiszen ezek a paraméterek döntően befolyásolják az árvizek kialakulását. Ez a rendszer jól működik, nem csak a Tisza közvetlen medrét figyeljük, hanem a mellékfolyókat, a mellékvízfolyásokat is, és a hegyvidéki területeket is, az átjátszó állomások környékét is. Ez azt jelenti, hogy olyan információk birtokába jutunk nap, mint nap, amit az előrejelzéseknél kiválóan fel tudunk használni. Kialakítottunk egy új
előrejelző modellt, ami azt jelenti, hogy a csapadékból képesek vagyunk vízállás előrejelzést adni a Tisza medrébe. Korábban ez csak úgy történt, hogy a bekövetkezett vízállások, tehát egy felsőbb szelvényben bekövetkező vízállásokból tudtunk előrejelezni. Ma már azt tudjuk, hogy az előrejelzett csapadékból, vagy a lehullott csapadékból, amit a távjelzők jeleznek, már tudjuk, hogy mekkora árvíz várható Magyarországon. Az árvízi tározók, a töltéserősítések és a korszerű jelzőrendszerek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy a 2001-es nagy árvízhez hasonló tragédiák ne történjenek meg a megyében. A 20 évvel ezelőtti természeti katasztrófáról félórás összeállítást láthatnak március 29-én hétfőn 35 perc című műsorunkban. Fele más évet zárt tavaly a mezőgazdaság, miközben mennyiségében csökkent, értékében növekedett a termelés. Az Agrárkamara megyei elnöke azt mondta híradónknak, hogy a mezőgazdasági vállalkozásokat kevésbé sújtotta a járvány, mint az ipari és a kereskedelmi ágazatokat. Az elnök az idei év kapcsán bizakodó, már most a tavaszi időszakban jó áron kötnek szerződéseket a mezőgazdasági terményekre. Sokszor elhangzott az elmúlt hónapokban, nehéz évet zárt a mezőgazdaság. A termelésben visszaesés volt tapasztalható, köszönhetően elsősorban az időjárási és az állategészségügyi problémáknak. A Központi Statisztikai Hivatal március elején adta ki friss becslését, amely szerint 2,2%-kal csökkent a mezőgazdasági termelés 2020-ban az előző évjáron. Folyóáron viszont a 7,2%-os áremelkedés jóvoltából majdnem 5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Mint az Agrárkamara megyei elnökétől megtudtuk, a folyamat az országos átlaghoz hasonlóan zajlott le Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Hiába volt kisebb a termelés, mivel az árak pozitív irányba mozdultak el, nagyobb jövedelemhez juttatták mind az állattartással, mind a növénytermesztéssel foglalkozó gazdálkodókat. Összességében úgy gondolom, főleg a vegyes gazdálkodást folytatók egy olyan évet zártak a tavalyi évben, a külső körülményekről nem is beszélve, úgyhogy azért keletkeztek egy kis piaci zavarok is. Vannak olyan termékek, amik áruházakba szállítottak be, illetve olyan konyhákba vagy éttermekbe, akik a járvány miatt nem üzemeltek. Nyilván ennek a hatásait érzik, de nem sújtotta a mezőgazdaságot olyan mértékben ez a járvány, mint azért hallani sok más ágazatról. Az előzetes adatok szerint a teljes mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat tavaly a bruttó hazai termék, vagyis a GDP 3,5%-át adta. A növénytermesztési ágazat összes termékcsoportjának termelése csökkent, ami alól csak néhány növényfajta jelent kivételt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a napraforgó, a kukorica és a repce értékesítésével elégedettek lehettek a gazdálkodók, és az idei évre is jónak ígérkeznek a kilátások. Most a 2021-es évre, ha előtekintünk, és azt látjuk, vagy halljuk, hogy 140 ezer forintért kötnének napraforgót, azért ilyen vetési időszakban, én nem emlékszek ilyenre, pedig nem vagyok fiatalember, vagy 5200 forintért kötnének kukoricát, ez a 2021 éves kedvet vagy lendületet, én azt gondolom, hogy inspirál bennünket arra, hogy megadjunk a növényeknek már itt a vetés környékén, és úgy készítjük elő a talajokat, hogy azért most olyan árat fognak értek kapni, bár az időjárás itt nagyban befolyásol minden, de most megéri foglalkozni azokkal a kultúrákkal, aki mire van elkötelezve vagy beállva. A szakember reményei szerint az időjárás is kedvező lesz az említett kultúrákhoz, mivel jelentős termésmennyiségnek is lesz piaca. Több mint 400 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civil szervezet pályázott sikeresen a Nemzeti Együttműködési Alap kiírásaira. Országosan 9 milliárd forint volt a keretösszeg, amelyből közel 500 millió forint jutott a megyei egyesületeknek és alapítványoknak. Az idei pályázatok várhatóan ősszel jelennek meg. A Nemzeti Együttműködési Alap a civil szervezetek számára kínál támogatási lehetőségeket, forrásai pályázati úton érhetőek el. Idén minden eddiginél nagyobb, 9,3 milliárd forintot biztosított az állam arra, hogy ezek a szervezetek fejlesztésbe fogjanak és bővítsék lehetőségeiket. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 3000 civil szervezet működik, az ősszel mutatott pályázati aktivitás pedig kiemelkedő volt. Az egyszerűsített és az összevont pályázati lehetőségre összesen több mint 400 civil szervezet nyert támogatást,
így megközelítőleg 450 millió forint támogatáshoz jutottak a megye egyesületei és alapítványai. Mindkét pályázatnak a megvalósítási ideje 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tart, és most történt meg ezekben az eredményhirdetés, hiszen így már a megvalósítási időszakban nyugodtan tudnak a civil szervezetek tervezni. Örömhír számunkra, hogy az egyszerűsített pályázat keretében több mint 65 millió forint érkezik a megyébe. 217 civil szervezet kapott támogatást, a másik, a nagyobb pályázat esetében pedig több mint 385 millió forint érkezik a megyébe, és 210 civil szervezet nyert támogatást az összevont pályázat keretében. Mindkét pályázat keretében mind a pályázók száma, mind az általuk elnyert összeg nagyobb, mint a tavalyi, tehát a 2020-as évben. A civilekhez eljuttatott állami támogatások az elmúlt 3 év alatt megháromszorozódtak. Amíg 2017-ben még mindössze 5 milliárd forint állt rendelkezésre, a Magyar Falu programmal kiegészülve ez már a 15 milliárd forintra növekedett. A Nemzeti Együttműködési Alap civil pályázatai 2021-ben is folytatódnak. A kiírások és a részletszabályok várhatóan a harmadik negyedévben jelennek majd meg. Folytatódnak a fejlesztések Nyíregyháza kertvárosban, megújul a szélső Bokori út és a Tagló utca, bővítik emellett az autóbuszok számára kijelölt telephelyet, és mintegy 140 ezer négyzetméternyi területet parkosítanak és közművesítenek. A beruházások összértéke meghaladja a 3 milliárd forintot. 3 éve kezdődött el a Vai Ádám és a Bátori laktanyák területének rehabilitációja a megyeszékhelyen. Ennek keretében építette a város ezt a gázüzemű autóbuszok számára kialakított töltőállomást, valamint ezt a körforgalmat a Tiszavasvári, a Szélsőbokori út és a Fokos utca kereszteződésében. A nyíregyházi önkormányzat most újabb 575 millió forint forrást használhat fel az egykori laktanyák és az úthálózat további fejlesztéseire. A déli oldalon a Szélsőbokori út, az önmagában majdnem 1 milliárd forintos beruházás, az északi oldalon pedig a Tagló utcának az aszfaltozása. Tehát azt gondolom, hogy ez a korábbi programoknak egy nagyon jó kiteljesedése, kiegészítése lesz, és hát a kertvárosiaknak ez egy újabb jó hír, azt remélem. Természetesen ezen kívül is vannak még terveink, illetve az 5 milliárdos csomagban szerepelnek kertvárosi útépítések is. Egyelőre parlagon áll ez a földterület, hamarosan azonban itt is megkezdődnek a munkálatok. Bővül a busztelephely, parkolókat létesítenek, irodák épülnek, futópályát és üzemanyag töltő állomást alakítanak ki, valamint több száz fát és több ezer cserjét ültetnek el. Kiépül emellett a csapadékvízelvezetés, a szennyvíz és ivóvízhálózat, a villamos energiaellátás, a közvilágítás és automata öntözőrendszer is. A területrendezés és azoknak az épületek, amiben nem lehet használni és statikailag le kell bontani, azoknak a bontása az nem kérdés, annak szerepelnie kell. De ugye ott megépítettük az extrém parkot korábban, azt a piacot, és tehát az egész területnek a továbbfejlesztése olyan elemekkel, amit ha most mindent nem is tudunk megvalósítani, de már egy jó irányba tettünk egy nagy lépést, és tudjuk majd folytatni. A laktanyák rehabilitációjának összértéke meghaladja a 3 milliárd forintot. A munka a tervek szerint 2022 első felében fejeződik be. Online energetikai tanácsadással segíti a lakosságot és a vállalkozásokat a Magyar Mérnöki Kamara. A szakértők műszaki, energetikai, pénzügyi és pályázati kérdésekben segítenek. A szolgáltatás az ügyfeleknek ingyenes, de a kamara tájékoztatást kér a tanácsadás alapján megvalósuló beruházás, fejlesztés eredményeiről. A Mérnöki Kamara honlapján minden hasznos információ megtalálható az ingyenes energetikai tanácsadásról. Számos szemléletformáló műszaki információ mellett a tanácsadás fülön keresztül letölthetőek a szakmai segítséghez szükséges adatlapok. A járványhelyzet valamennyiünk életét megnehezíti, így a mérnöki kamaráit is, és ezt a tanácsadást csak így online felületen tudjuk biztosítani, de szeretnénk azt, hogy ha lehetőségünk lesz, akkor személyes találkozással is megoldható legyen ez a tanácsadás, hiszen ez egy nagyon fontos szolgáltatása a mérnöki kamarának,
mert szeretnénk átadni azt a tudást, tapasztalatot, amivel a szakembereink rendelkeznek, és ebben segíteni szeretnénk a lakásépítőknek, a lakásvásárlóknak, a lakásfelújítóknak, de a vállalkozásoknak is a tekintetben, hogy megfelelő úton tudjanak elindulni az energia hatékonysági fejlesztések, energia megtakarítás területén. Az energetikai tanácsadás célja, hogy az ingatlanok esetében hatékonyabb és gazdaságosabb legyen az energiafelhasználás. A tanácsadók minden kérdést egyedileg vizsgálnak meg, és segítséget nyújtanak az energiahatékony és költségkímélő műszaki megoldások érdekében. A tapasztalatok azt mutatják, hogy eddig a lakás és épületfelújítások kapcsán keresték meg leggyakrabban a kamarát. A kérdések az épületek fizikai jellemzőire irányultak. Akár szigetelés, ablakcserére vonatkozó javaslatok, vagy akár a gépészeti és energetikai rendszerük felújítására vonatkozó kérdések is, tehát a fűtési rendszerek, adott esetben napelem, napkollektor telepítési kérdések, tehát ezek a jellemzőek, amelyek elsősorban a tanácsadóknál jelentkeznek, hiszen azért ne felejtsük el, hogy ez a jelenlegi felújítási lakás vagy ingatlan felújítási támogatás azért megmozgatta a piacot ezen a téren. Ennek mi örülünk is, és szeretnénk, hogyha az erre fordítható kereteket minél nagyobb mértékben energetikai fejlesztésekre fordítanák, mert ez nem csak a pénztárcát, az üzemelési költséget, hanem valahol a környezetünk fejlesztését, fejlődését és védelmét is eredményezi. A kamara igyekszik minden kérdésre válaszolni, de a tanácsadás nem jelent tervezői munkát. A szakmai segítségről egy emlékeztető dokumentum készül, amit az érdeklődő készhez kap, így összefoglalva láthatja a tanácsadás eredményét. Eljárást indítottak a megyei rendőrök egy autós ellen, akit szombaton állítottak meg Újfehértón. Kiderült, hogy a járműre egy másik autórendszámát szerelték fel, az alvász száma sem egyezett meg azzal, ami a forgalmi engedélyben szerepelt. A járművet Magyarországon nem is helyezték forgalomba, és kötelező biztosítással sem rendelkezett. A 47 éves újfehértói férfi ellen eljárást indítottak. Három-négy érem és két Európa bajnoki kvalifikációs hely megszerzését tűzték ki célként a nyíregyházi úszók a kedden kezdődő felnőtt országos bajnokságon. A Duna Arénában rajtkőre áll a teljes magyar élmezőny, a nyíregyházi sportcentrumot hatan képviselik Budapesten. Az elmúlt évben a járványhelyzet miatt fél év csúszással decemberben rendezték meg a felnőtt OB-t, három hónappal később pedig már ismét bajnoki érmekért úszhatnak a versenyzők. A 123. országos bajnokság több szempontból is különleges lesz. Egyrészt a Duna Aréna először ad otthont a legrangosabb hazai megmérettetésnek, másrészt pedig a májusi budapesti Európa-bajnokságra és a nyári tokiói olimpiára is kvalifikálhatják magukat az úszók. Így aztán érthető, hogy hosszú Katinkától Milák Kristófon át Kapács Boglárkával bezárólag ott lesz a teljes hazai élmezőny a medencében. Nyíregyházáról négy női és két férfi versenyző utazik a fővárosba. A szakágvezető reményei szerint 3-4 éremmel és legalább két EB kvalifikációval térhetnek majd haza vasárnap. A pandémiás helyzetre való tekintettel ugye kérték a csapatvezetőktől, hogy olyan csapatot állítsanak össze, akik mindenképpen ide a felnőtt bajnokságra elhivatottak. 6 versenyzővel menjünk, kiemelt versenyzőinket visszük, akik a gyermekbajnokságon és a serdlőn is már országos bajnokok is bizonyítottak, illetve két váltóba szeretnének indulni a lányok. Én úgy gondolom, hogy a 400-as mix vegyes váltón kívül a 400-as női vegyes váltó is akár döntő esélyes, ezért őket mindenképpen szeretnék indítani. Szulovcsák Ivett decemberben a 100 méteres mellúszásban szerzett bronzérmet az országos bajnokságon. A két váltószám mellett ezúttal 50-100 és 200 mellen indul Urbin Tamás tanítványa, akinek edzője szerint a két rövidebbik távon lehet esélye az Európa-bajnoki szintidő elérésére. Mind a három számban szeretnék jól úszni. Először 100 mellen fogok úszni kedd délután, aminek szerda reggel lesz a döntője. Én főleg most a 100 merre készülök, utána én úgy gondolom, hogy a 200 az egy örömúszás lesz, az 50 nem pedig a szívem fog vinni. Hatházi Dóra decemberben elégedetlen volt azzal, hogy csak a 200 pillangó döntője után állhatott fel a dobogóra. Ezúttal a váltók mellett 5 egyéni számban indul, és a 100, illetve a 200 méteres pillangó úszásban célozhatja meg az Európa-bajnoki részvételt.
úgy gondolom, hogy sokkal jobb állapotban vagyok, mint előző évben. Nemrég volt egy versenyünk Miskolcon, ahol egyéni csúcsot sikerült úsznom 200 pillén, úgyhogy edzésből érkeztünk rá. Nyilván most az országos bajnokságra könnyítettünk, és ide fókuszáltunk mindent, úgyhogy nagyon remélem, hogy nagyon jól fog sikerülni. A Duna Arénában a szigorú járványügyi protokoll betartása mellett már a tokiói olimpia időrendjéhez igazodva délutáni előfutamokkal és délelőtti döntőkkel rendezik meg a versenyt. A híradó végén még egy röplabda hír. Győzelemmel kezdett az Extraliga elődöntőjében a Fátum Nyíregyháza. Német Szabolcs együttese a három nyert meccsig tartó párharc első felvonásán hazai pályán 3-0-ra verte a Vasas Óbudát. A második mérkőzés csütörtökön rendezik Budapesten. Végül nézzük a legfontosabb híreket ismét néhány mondatban. Ma van a víz világnapja, 1993 óta minden évben március 22-én hívják fel a figyelmet a víz fontosságára. 20 évvel ezelőtt 2001-ben törte át a gátat a Beregi térségben a víz. Az elmúlt két évtizedben olyan vízügyi fejlesztéseket hajtottak végre, amelyek jelentősen lecsökkentették az árvíz esélyét a megyében. Felemás évet zárt tavaly a mezőgazdaság, miközben mennyiségében csökkent, értékében növekedett a termelés. Az Agrárkamara megyei elnöke szerint a mezőgazdasági vállalkozásokat kevésbé sújtotta a járvány, mint az ipari és a kereskedelmi ágazatokat. Az elnök az idei év kapcsán bizakodó, már most a tavaszi időszakban jó áron kötnek szerződéseket a mezőgazdasági terményekre. Folytatódnak a fejlesztések Nyíregyháza kertvárosban, megújul a szélső Bokori út és a Tagló utca, bővítik emellett az autóbuszok számára kijelölt telephelyet, és mintegy 140 ezer négyzetméternyi területet parkosítanak és közművesítenek. A beruházások összértéke meghaladja a 3 milliárd forintot. március 22-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, híradóval legközelebb holnap jelentkezünk majd, keressenek minket honlapunkon és Facebook oldalunkon is. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Hétfő este az élénk északi szél fokozatosan veszít erejéből. A hőmérséklet hajnalban többnyire 0 és mínusz 5 fok között várható, de a szélcsendes fagyra érzékeny helyeken hidegebb is lehet. Kedden túlnyomóan derült idővel indul a nap, ám napközben egyre több gomoly felhő jelenik meg az égen. Estig előfordulhat zápor, havas eső, hózápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 13 fok között várható. A hét további részében marad a néhol borult, néhol napos idő, a nappali hőmérséklet is folyamatosan emelkedik, húsvétkor 14-16 fok is előfordulhat.